Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondott a tanítványainak. A mennyek ország olyan, mint az a 10 szűz, kik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikba olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény. Sőt, mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szüzek mindnyájan felébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat. Adjatok olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet. Nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyezőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ez az evangélium így. Per evangélika. Krisztusban szeretett testvéreim, Isten országa hasonlít a 10 szűzhöz. Testvéreim, az egész példabeszédet félreértjük, ha nem tudatosítjuk, hogy mit jelent az Isten országa Jézus szerint. Ahogy többször mondtam, nem politikai egység, nem katonai egység, nem is földrajzi egység. Kiderül az ő föltámadása után, hogy az Isten ország az élet egység az Atya Istennel, ő általa a Szentlélekbe. Tehát egy új születés. Aki is Krisztusban is megkeresztelkedett, abban egy olyan többlet élet van. Az isteni természet részesei lettünk, írja Szent Péter. Csak itt működik a kereszténység. Alatta nem. Minden zavaros. Tehát van bennünk egy közös élet, az Isten élet, amit a halál nem fog kikezdeni. Ezért nevezlek benneteket testvéreimnek, mert ugyanaz a, én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus, ti a szőlővesszők. Ugyanaz az Isten élet van bennünk. Ez egy magasabb szintű élet. Így az apa a fiának testvére. A férje a feleségének egy magasabb szinten testvére. Abba a fölbonthatatlan örök isteni életbe. És ezek között van az Isten országa. Itt azért más a törvény, mint a világban, mert más az életprincípium. Vannak növények, vannak állatok, vannak emberek, és vannak Isten gyerekek. Ez az Isten országa. Ha ezt nem tudjuk, akkor félreértjük a mostani példabeszédet. Mint ahogy az is félreértette, aki a napokban egyszer azt a megjegyzést tette nekem, és ez azért bántott, mert nekem is kérdés, hogy ezek az okos szüzek miért nem adtak olajat azoknak a balgáknak? Nem ezt követelte volna a szeretet? Nem voltak ezek önzők? Hogy mondhattak ilyen, hogy nem lehet? Nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, menjetek, vásároljatok magatoknak éjjel. Micsoda szeretetlenség ez? Hát a megértést, az okos szüzek megértését fordítva kell keresni. Mert ez nem csupán egy olyan történet, amelynek minden mozzanata leképez egy szellemi mondanivalót, hanem az isteni misztériumokról van szó. A példabeszédekben mindig van egy olyan mozzanat, ami evilágilag botrány. Mert ott érintkezik az isteni élet ezzel a világgal. Tehát fordítva kell kérdezni.
Mi lehet az, mit jelentett az olaj, amit nem lehet megosztani, és ezért nem is szabad. Mert ha valami megoszthatatlan, és én megosztom, akkor lerontom. Tehát a kérdés nem az, hogy ezek önzők voltak-e, hanem fordítva, mit jelenthet az, amit nem lehet megosztani, és ezért nem is szabad. Mi az, amit semmiféle úgynevezett szeretet címén nem szabad feláldozni? Mi az, ami lényegében megoszthatatlan? Ez két kérdés. A másodikkal kezdjük, hogy mi az, ami megoszthatatlan? Az Istennel való kapcsolatom. Egyedül ő teremtett. Senki azok közül, aki téged szeret, nem szeret úgy, mint ő. A semmiből hozott elő. Ez a kapcsolat a vallás. Az a 14 éves John Henry Newman, akit boldoggá avatott a pápa, és az Azen Szent Egyház bíborosa lett, egy nyáron, öreg bíboros korában mondta, hogy akkor rájöttem valamire, két alapvető valóságban én, és az én teremtőm. Itt nincs szülő, gyermek, szerelmes, itt senki sincs. Ez a vallás. Hiszen egyedül ő teremtett, egyedül ő váltott meg engem, és egyedül ő árasztott a szívembe a Szent Lelket. Nincsen Isten rajtad kívül Istenem. Ez az Istennel való létbeli, kegyelmi, szentségi kapcsolat az, ami megoszthatatlan. Igen. Nem lehet azt megosztani, hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Legfeljebb példát adni, úgy élni, a másikat erre rávezetni. De ez az én és az Isten kapcsolata. Hát ez az az olaj. Tehát fordítva kell kérdezni. Nem az, hogy ezek milyen önzők voltak, meg miért nem adtak nekik, meg mi az, hogy menjetek, az nehogy nekünk se nekik. Bocsánat, nem anyagi dologról van, hanem azt kell kérdezni, mit jelenthet ez az olaj, amit nem lehet megosztani, és ezért nem is szabad. Mi az, ami semmiféle úgynevezett szeretet címén nem szabad feláldozni? Az Istennel való kapcsolatomat, a megszentelő kegyelem állapotát. Itt tehát akkor ütközik a szeretet szó kettős használata. Az egyik a világ szerinti, a bűnös világ szerinti szóhasználat. Ha szeretsz, akkor például paráznál, hogy velem. Vagyis kövessel halálos bűnt, szakítsd meg az Istennel való kapcsolatot, a szeret. Nem, az nem is szeretet. Vagy legyél bűntársam egy nagy állami csalásba. És milliókat nyomorítanak meg, mert nincs pénzünk. Ha szeretsz, ha barátom vagy. Nem. Mert akkor elszakadok az Istentől. Ez nem szeretet. Nem az a szeretet, amit annak érzünk, hanem amit erről Isten kinyilatkoztatja, hogy szeretet. Semmiféle szeretet címen a megszentelő kegyelmet el oda nem dobhatod. Mert az nem is szeretet. A másik szeretet, amelyről Szent Pál beszél a szeretet himnuszba, amikor az Úr Jézus Krisztusról fest egy portrét a veszekedő korintusi egyházközség előtt, az a szeretet egészen más, a személyek közötti olyan szövetség, amely az Istennel való szövetségen belül van. Na hát ez a házasság szentsége. Az ilyen nem bomlik fel. Tehát mindegyiknek mindene az Isten. Nem imádja a feleségét, még a férjét, nem, csak Istent. Akkor ez a kapcsolat végtelenül hűséges lesz. A szíve, az emberi személyek közötti kapcsolat, az csak az Istenben való kapcsolatban lehet védett. Az emberi szeretet akkor éri el a teljességét, ha az Istennel való közösség erőterében valósul meg. Azon kívül csak a szeretet kigunyolása van.
a szeretet tragédiája, a szeretet pervertálása, a szeretet prostitúciója. Ebbe szenved a világ. És amikor Mórusz Tamáshoz, az egykori Lord Kancellárhoz, oda megy felesége, hát te is mondd azt a királynak, hogy érvényes a második házasság. De gondolj más, még egy kicsit együtt lehetünk. Nem. És a legszeretettebb lányának sem. Az egy mérgezett együttlét lenne. Ő elveszítette volna a belső becsületességét. És amikor a Kinek se nap se szél című filmben van egy gyönyörű jelenet, a gyönyörű kastélyában meglátogatja a jó barátja, aki már a király előtt behódolt, hazudott, mert tudták, hogy nem érvényes a házassága, és azt mondja Tamásnak, te ide figyelj, hát legalább barátságból tedd meg ezt. Barátságból? Ha te a lelkiismereted szerint nyilatkoztál, akkor te az égbe kerülsz. De ha én a lelkiismeretem szerint nyilatkozok, akkor a pokolba. És barátságból odajössz? Testvérek, tehát, ha akár valaki más, akár én magam a szeretetre hivatkozva, Istennel való kapcsolatomat rongálnám, rontanám le, az nem szeretet. Ez az az olaj, amit nem lehet megosztani. De ez a veszély azért fenyeget bennünket. Néha a jó szándék is rosszra vezet, 1950-es években, Párizsba a munkáspapok. Isten igazában majd szereti őket és megjutalmazza, de tévedés volt. Tehát ne egy kényelmes plebániába, jó ebédekkel, aztán predikálunk néha, stb., hanem munkások leszünk. Ugyanolyanok, mint ők. Cigarettázunk, iszunk, úgy beszélünk, és végül aztán megmondjuk, hogy mi papok vagyunk. Megbuktak. Egy-kettő maradt talpon, az visszament a plebániákra. Megbuktak. Végül is feláldozták papságukat. Megdöbbentő. Borromeo Szent Károlyt ünnepeltük a héten, és az utolsó egyházmegyei zsinaton ezt mondta a papjainak. Lelkipásztori munkát végzel. El ne hanyagold azért a saját lelkedet. Ne osztogasd olyan pazarlóan magadat, hogy belőled neked semmi sem maradjon. Mert jól jegyezd meg, hogy noha lelked pásztora vagy, a magad lelkéről se feledkezz meg. Apostáziák keletkeztek úgy, hogy egy papnak mindené volt a híve. Nem, az Isten a mindene. És nem lett ideje imádkozni. Nem térdelt ma ott a szentség előtt. Nem imádkozt el a zsolozsmáját. Szeretetből elosztotta magát, és utána felakasztotta a reverendáját, és botrányok között tönkretette, amit építhetett volna. Szent Pál maga mondja, hogy megsanyargatom a testemet, hogy miközben másoknak hirdetem az igét, kárhozatra méltó ne legyek. Testvérek, ez a veszély mindenkit fenyeget, szülőket is. Jöttek a gyerekek vasárnap, mondta nekem valaki a szülőfalumba. Hát ebédet készítettem, és ők hát nem járnak a templomba, és hát nem akartam otthon hagyni őket, hát nem mentem el a misére. Nagy baj. Az a baj, hogy az életedben nem az Isten az első, hanem a gyerekek. Egyszer ott hagyod őket, és nem készítesz többet ebédet, amikor Isten magához hív. Ha első lenne az életedben, akkor megtalálnád a módját, hogy előre elkészítsd az ebédet, sőt, azt mondanád, gyerekek, érezzétek jól magatokat. Tudjátok, hogy én a misére megyek értetek imádkozni. Sőt, megkérhetnéd, hogy fiam, vigyél el autóval. Mert nem csak az a szeretet, hogy adni tudok, hanem hogy másoktól elfogadok. Egyébként nálunk ilyen a családban nem merült föl. Igen. És ha van bennük iránt a szeretet, akkor ezt őnekik meg kell tenniük. Hiszen eszel, iszol és levegőt veszel, és a mise a keresztény életében az evés, ivás és levegővétel, anélkül megfulladunk. Mert akkor tudod őket majd szeretni, akkor tudod a hibáikat megbocsátani,
akkor lesz erőd légkör teremteni nekik, ha te magad táplálkozol az örök szeretetből, ha megerősed Krisztusba. Testvéreim, van valami, ami megoszthatatlan. 2000 év gyakorlatába ez egyöntetű tanítás. Minden szent ezt érte. Ez nem vallási kötelesség teljesítése, ez élet. És élnem kell, hogy másokat szeressek. Igen. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Elakoma nélkül mi nem tudunk lakomát készíteni. Miután ezt megértettük, hogy az olaj a lámpásunkban, az az Istennel való kapcsolat, hogy a szívünk mélyén Isten jelenléte szeliden ott ég, ezt megosztani nem lehet, hanem erről tanúságot tenni lehet, így élni lehet. Akkor most megértjük, mit jelent balgának lenni az evangélium szerint. Nagyon súlyos, mert a balga szüzek a balgaságukért, a butaságukért örök kárhozatot kaptak. Uram, Uram, nyisd nekünk ajtót, de ő így szólt, bizony mondom, nem ismerlek titeket. Vagyis akinek a földi élete Isten nélkül folyt le, odát is Isten nélkül marad. A mennyegző, az Istennel való egyesülés az előbb készül, kezdődik a lélekben. A poklot nem Isten teremtette. Az Isten nélküli örökké valóságot az ember választja most. Ha most nem ég olaj az én szívem mélyén, ha Istennel nem vagyok életközösségbe, akkor úgy maradok. Odaát nincs döntés. Ezért a földi élet a döntés órája. Valami csodálatos ez a földi élet. És ha valaki lesöpri ezt a kérdést az élet asztaláról egyszer s mindenkorra, vagy a média kiszolgáltatottjaként nem a legfontosabb kérdésnek tartja az Istennel való életegységet, az az evangélium szerint buta. Ki a buta? Nem az, akinek nincs tehetsége valamihez, az nem buta. Nem tehetséges a fizikában, de tehetséges a sportban. A butaság kollektív bűn. Azt jelenti, hogy soha-soha saját eszével nem gondolkodott el Istenről, örök életről, evangéliumról. Mindig mások szavait mondja. A reklámokét, a divatot. Azt, amit egy pogány osztályba fecsegnek a fiúk meg a lányok egymásról. Aki csak lötyög, dumál, teng, leng, sodródik, és a tömeg véleményével azonosul, az buta. Az evangélium szerint, így mondanám a ferences diákoknak, még ott voltam, hülye. Nem tud gondolkodni. Semmi nem hívja ki annyira az ember gondolkodását, mint az evangélium. Nézd meg Ágostontól kezdve, az ókori zsenik, egy Ratzinger professzorig, aki a pápán, olvass el egy könyvet. Micsoda szenvedésteli gondolkodás, hogy mit hozott Krisztus? Mi ez a hiszek egy? Mit vallunk mi? Ma különösen nagy veszély fenyeget minket, hogy amit mindig mindenki mond, azt gondoljuk, azt mondjuk. Ilyenek közé tartoznak az is, azok is, akik azt mondják, hogy hagyjatok, én a magam módján vagyok vallásos. Ez nem azt jelenti, hogy gondolkodott, és a maga módján vallásos, hanem a tömeg módján vallásos. Hát karácsonykor elmegyünk. De ki tudja, mi van odaát? Hát akkor mit keres ide lent? Húsvétkor megeszi a sonkát, ami meg van szentelve esetleg. Testvérek, ez a kereszténység olyan romlása, ne a világot szívjuk. Nekünk újra meg kell térni papoknak és híveknek. Tanuld a hitedet. Nívós olvasmányokat. Elolvastál egy Szent Ágoston vallomása könyvét. Egy avilai terésztől.
egy lizői Szent Teréztől, Ratzingertől, a pápától, egy tanulmányt. Testvérek, olyan izgalmas, olyan fönséges, hogy elindul az ember gondolkodása. Megmondom őszintén, ha egész héten kilódok, és nem tudok semmit az evangéliumról mondani, akkor félreteszem. Olvasok Pilinszkit, vagy olvasok Simon Weilt. És az eszem azonnal ívon kezd forogni. És ha most olvasom az evangéliumot, akkor olyanokat látok meg benne, amit soha. Nincs olyan, a zseni és a nem zseni között nem nagy a különbség. Ha nagyokat hallgatjuk és tanuljuk, az elkezdünk mi is egy kicsit azon a szinten gondolkodni és élni. Igen. Az Úr Jézus megmondta, hogy mindent tudtok. Aki igazán Krisztus Istennek tartja, aki emberi lett, meghalt és föltámadt, az mindent tud, de ez a tudás rejtett. Ezen el kell gondolkodni. Ezt írja a Szent János első levelében, ezeket írtam nektek, hogy senki félre ne vezessen titeket. Ami titeket illet, maradjon meg bennetek a tőle kapott kenet. Ez a kenet azt jelenti, hogy a Szentlélek Isten. Más tanítóra nincs szükségetek. Bármire is tanítson az ő kenete, az igaz és nem hazugság. Maradjatok tehát ő benne, amint tanította. És akkor itt érünk a múlt vasárnapi gondolat, hogy ne hívassátok magatokat tanítónak. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogadhatom el azt, hogy tanító vagyok, meg atya vagyok, az vagyok, te is atya vagy, aki gyereket szül, nemzettél, hanem az egyházban tanító, a semmi más, mint a ti hitetek szolgálója. Abba, hogy Krisztus Isten és emberre lett, abba mind bele van pakolva az, amit most mondtam. És az az örömötök, hogy rádöbbentek, hát amit mondtam, azt én is így gondolom. Ez így van. Ez egy egész más tanítás. Ez nem az én tanításom. Ez Krisztusnak a tanítása, aminek a szolgája lettem. Az egyház hitében élni annyi, mint a Szent Lelket elnyerve, birtokolni a tanítást. De ezt a tanítást ki kell fejteni. Szembesíteni mindennapi életünkkel. Igen. És hát az, ami megoszthatatlan, azt ne próbáld szétszedni, mert akkor ott robbanás lesz. Az Istennel való kapcsolatodat senki miatt és senkiért nem törheted meg. Nem adhatsz belőle. Csak rávezetheted, eléje élheted. Íme most megtanultuk, hogy mit jelent az az olaj, amiből nem tudunk adni, és ezért nem is szabad adni. Amen.